Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal az izraeli palesztin konfliktussal fogunk foglalkozni. Folytatom nagyjából ott, ahol befejeztem az előzőt. Úgy gondoltam, hogy mutatok még cikket arra nézvést, hogy a világ az egyáltalán nem úgy néz ki, és nem az a hely, aminek mi gondoljuk azt. Már hogyha ez még valaki számára kérdés lenne. Mielőtt nekivágnék ennek Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. A célom az, hogy azokat is elindítsam az úton, akik most még úgy gondolják, hogy ez egy összeesküvés elmélet, vagy ez csak kitaláció, és mi csak alufóliával a fejünkön járkálunk egész nap, és meg vagyunk őrülve. Az előző videónak a végén, ha jól emlékszem, három cikket bemutattam arra nézvést, hogy a média az hazudik. Nem csak, hogy a cikkekben demonstráltam ezt, hanem az, amikor a farokcsóvája című 1997-es film egy rövid jelenetét is megmutattam, pont azért, hogy alátámasszam ezt. Itt van egy cikk, rögtön kezdjük ezzel. Ki is jelöltem, hogy egyszerű legyen. A Pentagon több mint fél milliárd dollárt, 500 millió dollárt adott egy vitatott kétes brit PR cégnek egy szigorúan titkos propaganda program lebonyolítására az iraki háború idején derül ki az oknyomozó újságírói hivatalból. Bell Pottinger műsorában az arab hírhálózatok stílusában készült rövid TV bejátszások és hamis felkelő videók is szerepeltek, amelyek segítségével nyomon követhető is volt, hogy kik nézték ezeket. Egy korábbi alkalmazott szerint. Az iroda által feltárt dokumentum szerint ez a cég közel 300 brit és iraki alkalmazottat foglalkoztatott egy időben. Nekünk elmondanak egy történetet, hogy mi miért van, de a háttérben más célok és más erők mozgatják az eseményeket. Mostanra a konfliktus halálos áldozatainak száma meghaladja a 2500-at. És tessék, mutatnak nekünk egy éjszakai várost, ahol érkeztek ezek a bombák, meg a robbanások, meg a villanások. Nézze meg bárki a Farok Csóvája című filmet, vagy az előző videót, amit készítettem az izraeli palestin konfliktusról, és akkor döntse el magának, hogy elhiszi -e ezt, vagy nem. Colin Powell látható ezen a videón, ahogy ebben az üvegcsében mutatja ezt a fehér port, amiről azt állítja, hogy ez tömegpusztító vegyi fegyverek, amelyeket Irak állít elő, amiről kiderült később, hogy ez az egész hazugság volt. És mindenki tudja ma, hogy Colin Powell hazudott, és az egész Egyesült Államok kormánya a titkosszolgálat mindenki benne volt, és hazudtak, hogy tömegpusztító fegyverek vannak, meg mit tudom én mik vannak. A vietnámi háború hazugságai és titkai. New York Times. Ezeket mindenki vegye számításba, amikor, az, amikor elfogadja vagy befogadja az információt a médiából. A szervezet megtévesztésről szóló széles körben közzétett tanulmányban a Központ megállapította, hogy Bush elnök is az előbb említett két magasrangú tisztviselő 935 hamis kijelentést tett, az iraki háborúhoz vezető úton, és ezeket egy adatbázisban mindenki láthatja. A csoport élén George Bush elnök áll, 232 hamis állítást tett az iraki tömegpusztító fegyverekről, 28 hamis állítást Iraknak az alkaidával való kapcsolatára, azt se hihetjük el, hogy melyik országból, meg melyik évből vannak a fényképek, hisz láthattuk, hogy az afgánok esetében a fénykép Irakból származott. Persze, hát most ki mit tud erről az egészről, ezért javasoltam azt, hogy nézzétek meg az egyéb videókat, amiket ebben a témában készítettem, de amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.